Mi pedig folytatjuk a nepáli földrengésre, percről percre érkeznek a hírek Nepálból. A legfrissebb hírek szerint, ahogy mondtuk is, 1800 áldozata is lehet a tegnapi súlyos földrengésnek. És most mutatjuk, hogy hol is történt a tragédia. Magyarországtól mintegy 6000 kilométerre van Nepál. Az ország másfélszer akkora, mint Magyarország. Az epicentrum a főváros Katmandú mellett, ahhoz nem messze volt. A világ 10 legmagasabb hegye közül 7 Nepálban van. Itt van például, mutatjuk is, a Mount Everest. A földrengés itt lavinát is indított el, és ez azért is veszélyes, mert rengeteg külföldi van most a közelben a Mount Everestnél, ilyenkor kezdődik ugyanis a túra szezon. Több magyar is lehetett a közelben. A képeken ugye lehetett látni, hogy a házak úgy omlottak össze, mint egy kártyavár. Ennek talán az az oka, hogy a helyiek máshogyan építkeznek. Folytatjuk a témát, itt van a stúdióban velünk Diószegi Anna. Barna, tiétek a szó. Köszönöm szépen, szervusz, Diószegi Anna Mária kolléganőm. Te meglehetősen jól ismered ezt a vidéket, jártál ott. Az, hogy ennyire nem volt előjele, hiszen 80 évvel ezelőtt volt egy hasonló földrengés. Az első hírek 150 halottról számoltak be, de azt senki nem gondolta komolyan, hogy itt megáll. Mit tudsz, hogy állnak most a mentési munkáslatok? Az az igazság, hogy ott nagyon váratlanul érte őket, tehát nem volt semmi előrejelzés, hogy ilyen erejű földrengés történhet. És az igazság az, hogy most ők most kezdődne, tehát ez egy fejlődő ország, egy nagyon szegény ország, fejlődő ország, most próbálták volna helyreállítani az utakat, és hogy egy kis fejlődésnek indult a gazdaság, és ez most teljesen romba döntötte a jövőjüket. Ugye ebben a szezonban több mint 300 ezer turista is van az országban, tehát... Igen, most még a monszun előtti nagyon sokan látogatnak oda ki a hegyek, ugye a Himalája miatt, mások a spirituális vonzása miatt az országnak. Most még gyakorlatilag nevezhetjük nyugodtan hatalmas szerencsétlenségnek és őrületnek, ami most van, hiszen mindenki a hozzátartozói után kutat, segélycsapatok is már ugye helyszínre mennek, több ország felajánlott segélycsapatokat, kutató-mentő egységeket, de hát éppes visszatérve a turistákra, a Darahara, ugye a 1835-ben épült hatalmas világító torony is összeomlott, és hát félő, hogy ott mivel nagyon sok turista tartózkodik mindig, igen. Ott még számítani lehet további halottakra? Igen, sajnos igen, még ők is számítanak rá. Tegnap este próbáltam velük kapcsolatot teremteni a nepáli barátaimmal, ismerőseimmel, de sajnos nagyon nehezen ment ilyen közvetett úton csak. Hát gondolom, ilyenkor a távközlési berendezések sem működnek. Nem működnek a telefonok sem, többnyire ott inkább mobiltelefonokat használnak, de azok most teljesen működésképtelenek. Sőt, nagyon sokan arról panaszkodtak, hogy nem tudnak hazamenni, mert nagyon sokan dolgoznak közülük külföldön. Nepáliak, mivel hogy otthon nincs elég munka, ezért külföldre mennek, és most ugye hallották a hírt, hogy a saját házuk összedőlt, romba dőlt, nem tudnak a családjukról semmit, és próbálnak hazajutni, de a repülőtér is megsérült Katmanduban, és nem fogadnak járatokat. Azt olvastam most hajnalban, hogy talán mintha újraindult volna a légi közlekedés, de hát ezt nem sem megerősíteni, sem száfolni nem tudták, gondolom amiatt, hogy a kommunikáció meglehetősen nehézkes ebben a helyzetben, de hát ez egy borzasztóan hegyvidékes ország, hiszen a Himalája tövében található, és hát az világ második vertikálisan legmagasabb országa, tehát 5 olyan szint van, ami még jobban nehezíti a mentést. Erről igen. Mit hallottál? Túl sok mindent igazából nem, tehát hogy nagyon sok helyre nem tudnak eljutni, tehát ahol én jártam kint, ahol a barátaim vannak, ott az volt tulajdonképpen az epicentruma, ez a Tanahu, ez pont Katmandu. Ez Katmandu olyan 80 kilométerre? Igen, ez pont ott van az epicentrumában ennek a helynek, és Katmandu és Pokhara között volt, és... Ott attól félnek az emberek, hogy pontosan ez a hegyi vidék, igen. Tehát ezek a hegyi falvak ott. Nyilván ezek a hegyi azon falvakban a nem elsősorban földrengés biztos épületeket építettek. Igen, épp ezt akartam mondani, hogy hasonló épületek vannak ott, mint a mi vályogházaink az Alföldön, és nincsenek megalapozva. Tehát ezt, ahogy láttam, ezek most romba dőltek. És
igazából ott az emberek nem is tudnak hova menekülni. Tehát ugye kiadta a kormány, hogy éjfélig, minimum éjfélig ne menjenek vissza a házaikba. Mert gondolom az utórengésekre céloznak, az utórengések miatt, 7-9-es igen. Után, a Richter skála alapján a 7-9-es erősség után több hasonló, bár ennél jóval kisebb erősségű utórengés is volt, és hát még lehet is. Még lehet is, igen, és még várnak is. És nem mernek visszamenni ugye a házaikba, de ott a hegyen nem tudnak hova menni, mert félnek a hegyomlástól. Ilyenkor milyen az időjárás arrafelé? Mert ott már eléggé nyárias, tehát ez is attól függ, hogy milyen magasan van, milyen tengerszint feletti magasságban található a hely. De ez olyan, ez a középső rész, ez olyan 1000-2400 között van, tehát még a Himalája előtt. Amikor tegnap beszéltél az ismerőseiddel, akkor azt meg tudod erősíteni, hogy ők is elmondták, hogy ugye nyilván a kórházak megteltek sajnos ilyenkor, és az utcán is próbálják ellátni a meglehetősen súlyos sérülteket? Igen, ez abszolút így igaz, és mondták is, hogy ha tudunk segíteni, akkor orvosi ellátásra lenne nagy szükségük, és gyógyszerekre, tehát orvosi felszerelésekre és gyógyszerekre, mert az nincs elég, tehát hogy kórházak is romba dőltek többek között, egyébként sem nagyon, nagyon jó az egészségügyi ellátás. Tehát, arra gondolsz, hogy nincs elég egészségügyi intézmény? Így van. Pláne gondolom, hogy a hegyi részeken meg nem is nagyon jellemző. Hát ott meg aztán végképp nem, tehát hogy ott ilyen ajurvedikus módszerekkel próbálnak gyógyítani, de hát ez nagyon sokszor kevés. Azt, hogy említetted, hogy az ország meglehetősen hát fejletlen, és most próbáltak volna szegények előre jutni, és hát mondjuk az egész országnak a politikai rendszer is abszolút változás alatt van, hiszen most törölték el a több mint 200 éves monarchiát, tehát nincs már uralkodó köztársasági elnök, tehát próbáltak fejlődni, és most kaptak a fejükbe egy ilyen óriási tragédiát. Az, hogy a környező országban is érezték, Kínában, Banglades, Indiában, gondolom először inkább onnan várnak segítséget. Igen, tehát nem olyan túl régen kötöttek szövetséget, vagy együttműködést tulajdonképpen Indiával, és ennek nagyon örültek, mert hogy hasonló a környezet, a kultúra, minden, és hogy így ilyen gazdasági együttműködést a turizmusban, a mezőgazdaságban, meg mindenben, amiben ők nagy részt egyformák. Olvastam az interneten hajnalban, hogy a szecsuáni földrengésnél a varangyok előre jelezték, elkezdtek menekülni, de itt most ennek semmilyen jele semmi, nem volt. Semmi, abszolút semmi jele nem volt. Tehát, hogy ahogy mesélték, akikkel tudtam beszélni, azt mondták, hogy semmi előjele nem volt az egésznek. Tehát, hogy nem... Próbálsz még az ismerősökkel kapcsolatban? Persze, természetesen mindenképpen azt ígérték, hogy küldenek még, vagy szólnak még, hogyha bármi változás van, meg hogy milyen segítségre lenne szükségük. Próbálunk az Ázsia-Magyar Társasággal közösen velük dolgozom így a nepáli ügyben, és próbálunk valamilyen segítséget nekik kijutatni innen Magyarországról is. Diószegi Anna Mária, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogyha valamit megtudsz, azt légy szíves, majd hozd meg velünk. Köszönöm szépen. Természetesen, köszönöm szépen. Mi is köszönjük.